Tó Kovács Zsuzsanna pszichológus segít nekünk megérteni a kamaszok lelki világát, kedves szülők. Én elmondom indításképpen, hogy hogy volt ez az én 10 éves koromban. Akkor a lányoknak az volt az izgalmas, hogy azok a fiúk vajon eljönnek locsolni, akik tetszenek, megtetszettek nekünk. A fiúknak meg akkor tulajdonképpen az volt a cél, hogy minél több, nem tudom én, 20-ast vagy 50-est összegyűjtsenek, minél több házat végigjárjanak. Manapság mi a jellemző? Te tínédzser korodban mi volt a jellemző? Én már ugye beszéltem nagyjából róla, hogy azon kívül, hogy a tanárnének el kellett szavalni a verset. Ez családon belül zajlott igazából, de ott is mindig nagyon-nagyon zavarban voltam. Úgyhogy én nem annyira szerettem ezt a locsolkodás dolgot, de nem is erőltette senki. Van olyan család, vagy van erre valami tapasztalat, hogy valahol erőltetik ezt, és ebből bárkinek bármilyen pszichológiai problémája akad? Locsolás frusztrált lesz élete végéig? Azt gondolom, hogy minden családban másképp működik ez, minden családban mások a szokások, van, ahol szűkebb körben ünneplik, van, ahol nagyobb családi körben ünneplik, és a kamaszkor mindent felborít. Tehát még addig voltak szokások, meg egy értékrend, amit a család közvetített, gyakran kamaszkor van az egész borul. Mást csinál a kamasz, mint amit pár éve, amíg pár éve teljesen természetes volt az, hogy ilyen ezekkel a szokásokkal készüljön a családdal. Most lehet, hogy nyűg neki, és nem szívesen vesz ebben részt, ezzel nincsen semmi baj, nincsen semmi csodálkozni való, mindenki másképp éli meg. Nehéz ezt a szülőnek elfogadni, hiszen ugye próbáljuk a gyerekeinket a családi minta mutatásával, ideális esetben próbálunk ugye jó mintát mutatni nekik, a családi hagyományok, meg úgy egyáltalán, tehát ugye akár a magyar hagyományoknak az ápolására is venni, tanítani, ebben benne tartani a gyerekeket. És egyszer csak hirtelen 14 vagy 15 vagy akármennyire, és azt mondja, hogy én ebben nem vagyok hajlandó részt venni. Elfogadhatjuk? Erőltetni nem érdemes erőszakkal ünnepelni, annak semmi értelme nincsen. De hogy természetes, amit csinál, mert ugye a saját identitását keresi, ha pedig valaki ezt keresi, ahhoz az kell, hogy megkérdőjelezze azt, amit a szülő tanított neki, megkérdőjelezze azt az értékrendet, és valami sajátot alakítson ki, ennek ez része. Erőltetni nem, de azért motiválni szabad valamilyen módon, gondolom. Hát jó példát mutatni akár, ugye? Lehet. Én is édesapámmal együtt jártam egyébként, és nagyon kulturált módját választottuk. Tehát én azt a részét nem szeretem, meg gondolom a lányok is sem, amikor már ilyen agresszívan közelítenek a férfiak a lányok felé, és ha nem is akarják egyáltalán, akkor is rájuk erőltet, és locsolják mindenféle kölnivel, meg hideg vízzel, és aztán nem tudom mivel. De hogy a kamasz zavarba jön, fiú is, lány is zavarba jön ezekben a helyzetekben, főleg ezekben a kötelező családi helyzetekben. Azt gondolom, hogy a felnőtteknek kellő érzelmi intelligenciával és toleranciával kell ezeket kezelni. És azt is gondolom, hogy érdemes belegondolni felnőttként abba, hogy milyen volt ez kamaszként. Egy kicsit pár pillanatig végig gondolni azt, hogy milyen volt nekem zavarban lenni, nekem ezeket a helyzeteket megélni. Igen, hogyha emlékszünk még rá, akkor nyilván föl lehet ezeket az emlékeket hozni, és akkor ezzel kicsit tovább lépni, segíteni tovább lépni a kamasznak. Igen. Is, hiszen azért valóban vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk az idős rokonok azért mégiscsak elvárják, hogy mondjuk elmenjünk, meglátogassuk, meglocsolja őket az a gyerek, és mondjon akár még egy-két verset is emellé. Mi az, ami mondjuk extrém ebből a szempontból, olyan értelemben, hogy amit azon kívül, hogy ezt ne erőltessük, azért mondjuk a gyerekkel is meg kell értetni, hogy mi az, amit meg ő ne tegyen meg. Én mindenképpen a kompromisszumot hangsúlyoznám, tehát lehet egy kicsit lazítani a szokásokon, így kamaszkortáján. Lehet előtte megbeszélni azt, hogy mi a szülőterve, mit szeretne ehhez képest a kamasz, szeretné egy picit egyedül lenni, szeretné egy picit a tavaszi szünetben a barátokkal lenni, és azt gondolom, hogy ezt a kettőt kell valahogy összetenni, és ebből egy kompromisszumot létrehozni együtt a családban. Fel lehet őket előre készíteni arra, hogy mik azok a, te is említetted azt, hogy zavarba jön. A kisfilmünkben is említette az egyik fiatalember, hogyha pénzt adnak neki a locsolásért, akkor zavarba jön. Kell még egy 10 évessel leülni és egy felkészítő beszélgetést megejteni mondjuk egy locsolkodásra indulás előtt, hogy ezek a lehetséges szituációk, ami, ha nem is azt mondjuk neki, amiktől zavarba jöhetsz, de hogy tehát kell még az agyukat mosnunk ilyen dolgokkal? Én azt gondolom, hogy ilyen beszélgetések zajlottak már egy családban az elmúlt 15 vagy akárhány évben, tehát
És arról nem is beszél, hogy a család értékrendje, a család lazassága határozza meg azt, hogy például mit fogad el egy kamasz fiú locsolkodás gyanánt. Azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések elhangzottak már korábban. Mi az, ami a kamasz szempontjából jobb? Hogyha mondjuk nálunk történik egy olyan szituáció, ami őt zavarba hozza. Hogyha közbelépünk és kimentjük, vagy azt mondjuk, hogy na, a te személyiség fejlődésednek az most jót tesz, hogyha te mosod ki magad ebből a szituációból. Neki mi tesz jobbat ahhoz, hogy ő könnyebben váljon felnőtté, vagy tanulja megoldani? Lehet őt segíteni. Azt gondolom, hogy kellőt bizonyos helyzetekből talán kimenteni, lehet őt segíteni, hiszen annyi dologhoz, hogy őket zavarba, egy ünnep kapcsán is, hogy jó, hogyha egy érzelmi intelligenciával bíró felnőtt ott van mellette, és időnként elkapja. Tehát ők abban a periódusban vannak még, amikor ugyan már önállósodni próbálnak, felénk már azokat az üzeneteket küldik, hogy ők le akarnak válni, de azért akkor, amikor pánikhelyzet van, akkor még mindig visszabújnak a szárnyunk alá. Tehát ha bár távolodnak el a szülő értékrendjétől, és közelednek a kortársak felé, azért nagyon sok mindent még a szülővel beszélnek meg, és nagyon sok helyzetben van szükség a szülőkre, azt gondolom. Na kezdessék, kedves szülők, vágjunk meg. Igen, ami nagyon fontos ilyenkor, hogy együtt van a család, tehát ilyenkor azért lehet egymással végre találkozni, beszélgetni, mert ez is már mindig probléma, hogy én is leginkább akkor találkozom a családommal, amikor valamilyen esemény van. A húsvét mondjuk, aminek egyik vagy kellemes, vagy kellemetlen velejárója, a locsolkodás. Ki hogy éli meg, így van. Köszönjük szépen a beszélgetést, és azért...